alapvetően egy turnébuszban még 10 év után is igazából általában a témák a szex, akkor filmek, számítógépes játékok a fiúknak egymás között, és a zene. Meg a szex. Meg a szex. Sziasztok, itt vagyunk a Katona kamrában, ahol a kaukázusi krétakörnek a próbái zajlanak, amelyben Péter Tibori az énekest játsza. Úgyhogy most csendben maradunk, Sanyi meg beleforgat a próbába, és majd utána beszélgetünk. De a tiéd lenne. Nem akarnád, hogy gazdag legyen, ha? Csak annyit kéne mondanod, hogy nem a tiéd. Nem? Na, mit szólsz ehhez? Nem akarod, hogy gazdag legyen. Hallgassátok, mit gondolt a haragos. De nem látott. Nem sokat láttam a darabból, ugye ez a Brecht-féle kaukázusi krétakör, amiről az ember tudja, hogy egy intenzív sztori. De most azért ez így, nekem ez a, nem tudom, fél óra is felkavaró volt. Ez nagyon jó, mert most te voltál egy tesztnéző. Tesztnéző? Egyáltalán látod. Működik. 5 percet itt a darabban. Mert pokoli nehéz darab. Aha. De... hát valószínűleg össze fog állni, remélem, tehát össze kell, hogy álljon. Hát még van a bemutatóig nagyjából 2 hetetek. Hát igen, de már kedden nézik. Ja, már kedden nyilvános főpróba van? Nincs még nyilvános, de már nézik. Ja, már nézik. Nézik. És neked milyen újra, persze tudom, hogy például a Belvárosiban is játszol így egy kicsit, de most azért 6-7 évig nem volt annyira színház a te életedben, most viszont nagyon úgy néz ki, hogy egy kicsit így szivárog vissza ez a fajta színpad ezt, újra. Ezt próbálom, ezt az évi egy, aha, hogyha kapok olyan felkérést, amit el tudok vállalni, mert nálam az van, hogyha olyan időszakra esik a próba folyamat, amikor nem tudom elvállalni, akkor nem tudom elvállalni, bármennyire szeretném. Pedig nagyon jó, meg érdekes felkérések vannak mindenféle filmes, színházi. De hát most egyszerűen a zenekar, tehát ezt kell nyomatni, ezt kell előtérbe helyeznem most, mert nem egyszerűen megőrülök, tehát ennyi mindent nem tudok csinálni. És ez a kell, ez belülről kell, vagy kívülről nyomás, hogy gyere, Bori, ez kell, ez hát nyilván egyrészt belülről, mert imádom, tehát ugye azért ez nem titok, meg ezt szoktam is mondani, hogy nekem ez egy nagy élmény, hogy kiszakadhattam egy kicsit a színházból, és más csinálhatok ugye eleve. Már ez is egy baromi nagy ajándék szerintem az ember életében, hogy nem egy sínen kell végig, bármennyire isteni az egy sín, de azért néha jó lejönni róla. De hát azért ez a koncertezés, meg ez a rock and roll életforma, azért ez nagyon jó, sajnos. Az nagyon te vagy. És mi az, amit a legjobban szeretsz? Mert ugye vannak olyan, imádom a fotókat rólad, tehát hogy teljes észvesztés. Most elárultad magad, hogy nem voltál még koncerten. Nem voltam még koncerten. Nem mondom, hát lemondom. Nem. De most jubiláltok, úgyhogy most azért lesz hol téged megnézni. 10 év után most már eljöhetsz. Igen, jó van. Viszont megnéztem egy csomó felvételt, és most teljesen elmélyedtem, és hogy ez a stage dive, és minden, és ez te ilyen igazi rockstar alkat vagy, nem?
Igen, ez kijött belőlem, úgy látszik. Tehát tényleg annyira élvezem, és a színházhoz képest egy akkora élmény az, hogy azt csinálunk, amit akarok, nem mondja meg senki, nem szól bele, és egy sokkal nagyobb tömegeket kell mozgatni, és az emberbe egy akkora ilyen energia kapu nyílik meg ettől, hogy ilyen nagyon sok ember, tehát néha tényleg nagyon sokan vannak néha, és az azért energia hegyek vannak. Nagyon, ott. Nagyon nagy élmény. Meg teljesen más, tehát a közönséggel való viszony is egy élmény a színházhoz képest, hiszen egy koncerten azért vannak ott az emberek, mert akarják hallgatni ezt a koncertet. Tehát, hogyha valaki nem tetszik, vagy nem érdekel, akkor elmegy. Mm-hmm. Tehát egy ilyen sokkal őszintébb viszony. Aha. Itt a Katonában is, ahol most beleforgattatok, láttad, hogy vannak olyan nézőülőhelyek, hogy hát innen, aki jó, kimegy hát azért... Egy kamrából egy Brecht előadásról kimenni azért, mert hát aki elmegy a kamrából, az nem fog... akarni kimenni, nem? Hát de ez nem úgy van, egy bármi baja lehet az embernek. Ja, hát baj van, azért, akkor meg én azért el tudnám neked mondani, hogy hány olyan zseniális jelenetet néztem végig a színpadról, amikor látszik, tudod, hogy elhozta az asszony, és ül a borzasztó, unatkozó férj, vagy adott esetben fordítva. Tehát, hogy azért vannak helyzetek. Aha. Vagy hát egyszerűen nem. Meg hát ide, egy színházban nagyon sokan vagyunk. Lehet, hogy az XY-t szereti, viszont vagy engem, vagy mást meg éppenséggel elviselni se tud. Tehát azért ezzel is tisztában kell lenni annak, aki színpadon van, hogy van, aki nem feltétlenül téged akar látni. Jó, hát világos. Most viszont ebben a darabban te ugye az énekes szerepet, az énekesnek hívják a karaktert, akit játszol, de nem csak énekelsz. Hát ez egy érdekes szerep, és egy érdekes helyzet nekem, tehát tényleg ilyen még nem volt, tehát amikor ugye tavaly előtt utoljára próbáltam a Recsid nővért a Belvárosi Színházban, az egy klasszikus nagy szerep, és ez pedig egy ilyen fura átmenet, mert gyakorlatilag mint énekes nőt szeretett volna engem a Kriszta, és nagyon érdekes, mert gyakorlatilag majdnem a saját fellépő cuccomba kell lennem kb. Aha. Tehát, hogy ő azt szeretné, hogy ez Péter Fibori legyen. Székely Kriszta, igen, a rendezőnő. És úgyhogy ezért a saját gitárosom, meg a saját dobosom van benne, tehát a fél zenekarom, pontosan. És ez nagyon érdekes. Most vannak, tehát mivel ez egy mesélő is, ez a figura, ezért dumálok is benne, mert hát nyilván van egy jelenlét, egy ilyen színészibb jelenlét, de közben meg pont egy ilyen, mint hogy így a határvonalán állnak, egy egyik lábam van a énekesnő, másik az hát színál. Mint az életed. Hát itt az életed, igen, ide, oda, ide. Igen, ez klasszikusan szokták kérdezni, hogy mi az aktualitása ma ennek a darabnak, most szerintem a Kaukázusnak az aktualitása megkérdőjelezhetetlen ma. Tehát, hogy hülye is lennék, ha felteném ezt a kérdést. Tehát itt van minden vasszus, a szeretet, a szülőség, a törekvés a jóra, a korrupció, a hatalom, nem? Tehát, hogy nagyon-nagyon hát intenzíven ebből a szempontból nagyon-nagyon, ahogy megvan, tehát itt igazából egy ilyen régi kínai mese, egy ilyen grúz, tehát nagyon bonyolult maga az a közeg, amibe helyezte ezt Brecht annak idején, és ez okoz mindig nagyon nagy nehézséget ennek a darabnak a színpadra állításában, hogy ezt a grúz falut, meg ezeket a grúz neveket, meg ezt az egész közeget, meg hogy katonák, meg háborús fenyegetettség, meg egyik uralkodót megölik, jön a más, hát, tehát hogy igen. Most ez teljesen mindegy, hogy miniszterelnöknek, vagy királynak, vagy hogy nevezzük a fölöttünk a hatalmat. Tornyosuló férfiakat, ugyanez a borzalom mindig, de tény, hogy azért ezen van egy ilyen közeg, ennek a darabnak ez a fura közege, amit azért nehéz, tehát ez a rendezőknek egy rohadt nagy feladat. A színészeknek pedig az, hogy itt körülbelül 50 szerepet játszik el, nem tudom, 8 színész. Úgyhogy már be se lehet férni az öltözőbe, annyi ruha van benne, tehát ez egy picikhez jelent. Így megyünk be az öltözőbe, lapjával. Így a ruhájé. Igen. Így hogy lesz. Te is, én úgy tudom, hogy ide a dalszövegeket te írtad, te magyar, vagy ti írtátok, nem? Vagy hát ez egy bonyolult ez az egész dolog, mert ugye ez a darab, ez egy zenével együtt igen. jár. Tehát van egy eredeti zenéje.
Paul Dessong nevű zeneszerző, nem a Kurt Weill, aki ugye végül is az igazi zeneszerzője volt a Brechtnek, és ez a slágeresebb örök darokat írta. Bonyolultabbik. Ez igen, bonyolultabbik, nem is dolgoztak olyan sokat együtt, és hát azt azért így egy ilyen típusú rendezésben mai fül azt a zenét nem akarná szerintem hallani, de ezt így át, alaposan átgyúrtuk, átalakítottuk, és mivel ez egy ilyen énekbeszédre írta ezeket, ami a német nyelvnek nagyon jól áll, de a magyarnak nagyon nem. És ugye mi meg ilyen popszámokat, vagy hát ilyen dalokat próbáltunk belőle csinálni, úgyhogy valóban át kellett a szöveget is eléggé gyúrni. De tök jó feladat volt, én írok dalszöveget magamnak is elég sokat, úgyhogy ez okozta a legkevesebb problémát. És hogy látod, hogy ez most megnyitja egy kicsit megint? Azt mondom, értem azt, hogy most ugye mondtad, hogy a zene, meg a fellépések a bandával, stb. Az mennyire más közönségélmény, meg most vagytok 10 évesek, tehát nyilván ezzel kapcsolatban tudom, hogy lesz jubileumi koncert, meg egy csomó minden van, de mégis nem tudom nem észrevenni, hogy itt most van megint egy darab, közben megy még a Szálakakúk, lehet, hogy most egy picit megint nyílik az ajtó, forgatni is fogsz nyáron. Mit forgatsz nyáron? A Nagypál Orsival, akivel a terápiát csináltam, meg 2 kis játékfilmet is, ő most az első nagy játékfilmjét fogja forgatni is abban. Tehát azért színészet téged nem ereszt. De ne is ereszten, tehát... Beengedem a busz. Ez busz! Ne is ereszten, de majd én elintézem, hogy ne kelljen színészkedni. A 8-as E-busz segítségével. Na igen. Tehát én úgy képzeltem, hogy jó az embernek, vagy nekem azért, bár egy olyan pályán vagyok, ahol nem lehet egyáltalán tervezni, de mégis vannak terveim. Tehát azért nekem az a tervem, hogyha egy idő után befejezem ezt a koncertezést, akkor nyilván teljes energiákkal a színészethez szeretnék visszatérni, hogyha ez még lehetséges lesz. De mire lehetnél rockstar 70 éves korodban? Lehet, hogy lehetek. Mick Jagger is lehet. Hát de most, ha valaki, jó, de ha valaki, tudom, akkor Péter Fibori lehet. Mick Jagger, igen. Tehát azért ebben, itt azért a fiúknak elvitathatatlan előnye van ebből a szempontból. Tehát tényleg. Mindig szoktam mondani, hogy nézd meg az Iggy Pop, pedig már olyan a feje, és filmeztelenül nyomja, igen. 70 évesen, és nagyon jó, nagyon jól néz ki. Nem tudom, mert figyelj. De miért, hogy úgy érzed, hogy ez így mondjuk nőként nagyobb a nyomás, nagyobb a feladat? Vagy ugyanaz a feladat kétszer annyi meló? Nem tudom, én nem is így gondolkozom ezen, hanem hogy csak mint lehetőség. Az se biztos, hogy ezt az embertelen éjszakázást még lesz kellem 10 év után, vagy csinálni, hogy egész életemben másra csinálok, csak turnébuszban ülök, és hajnal 5-kor megyek haza, és ami egyébként Isten, nagyon életem, azért kemény, főleg gyerek mellett. Mennyi idős most? Fiam? Kisfiam 6 éves lesz. Ó, iskolába megy, vagy még? Nem. Mi? Nem? Nem várod? Nem. Még nem, még marad az egy évet az óvodában. És ő bírja ezt a rockstar dolgot, tehát ezt mindig mondod, hogy pakol, jön, csinálja. Igen, csinálja. Hát ő nagyon élvezi. És szereti a számaitokat? Szereti, de mondjuk a AC/DC-t jobban. Zúzós zenéket szeret? Igen, bulik vannak este, meg viszi a férjem, viszi koncertekre. Ő voltak, például AC/DC-n is voltak, de... mennek a YouTube-ra meg, tehát ilyen nagy zenei élet. A zenei képzése megkezdődött a gyermeknek. Igen. Tök abszolút, jó. De nagyon jó ízlése van. Egyébként érdekes, hogy ez az ilyen gyerekdalos, ezt ő magától elutasította. Kihagyta, tehát, igen? Ez nem jött be neki. Tehát a Wild Stripes meg ezek tetszettek neki már 2 évesen is. Hát, nincs ez a semmiben. És egyébként ez az a döntés, mert ugye azt mondtad, ami tök jogos, hogy megvárom, hogy elmegy a mentő. Ugye nem akarsz annyit színházazni is, mert akkor volt kicsi a gyerek, vagy akkor született, amikor ezt nem nagyjából. Hát a Nemzetibe voltam éppen, a Nemzetibe volt, amikor született, és akkor ott én még visszamentem, tehát a 3 nővért. Azt még visszavettem szülés után. Tehát 1 évet hagytam ki mi a színházban. Csak utána aztán ugye eljöttünk a Nemzetiből, lett az a történet. Azt a történetet már mindenki ismeri, igen. És akkor... Sajnos. Igen, és akkor azt éreztem, hogy az a fajta színház, ami engem érdekelne, abban egyszerűen nem tudtam volna visszalépni, mert akkor még voltak tervek a Mudrucó Kornéllal, de ő is mindig nyáron próbál külföldre utazni, tehát hogy annyira sok lett. És én meg azt éreztem, hogy én akarom felnevelni a gyerekemet.
De hogy ez bejött, ez a döntés de. Után, ez, tehát hogy ott tudtál nagyon, lenni? Nagyon bejött. Igen, abszolút. Tehát azért a zenekar, tehát azért van 60-80 koncertünk, meg rengeteg próbánk, de a koncertek főleg hétvégén vannak. Aha. És a próbákat meg úgy irányítjuk, ahogy nekem jó. Tehát nincs ez a fajta terror, mint a színházban, még ez a fajta rabszolgaság, hogy én nem is tudom egyébként a színésznők, hogy csinálják. Tehát aki sokat játszik, az konkrétan nem tudja a gyerekét, nem látja. Nem, Vásti Julival, amikor beszélgettem ebben a műsorban, tudom, akkor láttam, ő ugye elmondta pontosan ezt, hogy ilyen ez a zsigeri lelkiismeret furdalás, ami a mai nagyon napig... Kemény. Bányt, tehát ez nekem egy nagyon erős döntés volt. Én azt éreztem, az egész gyerekszülés, meg az egész nálam mind ilyen nagyon tudatos volt, és nagyon szépen és tökéletesen sikerültek a terveim, hál' Istennek, legalább ebben a projektben. És én azt éreztem, hogy én bármiről lemondok. Tehát nekem nem volt ilyen lemondás görcse. Még én nem is vagyok egy exhibicionista ember, aki folyton pofába akar lenni. Tehát engem sokkal jobb, nekem jobban is tetszenek a rejtélyes emberek. Mm. Én nem szeretem azt, aki már az utcán is olyan, hogy figyeljetek, és akkor folyton ő, és akkor mindent, és mindenben. Tehát én azért nagyon megnézem azt is, hogy mit vállalok el. Én azért élni is szeretek, annak ellenére, hogy való igaz, hogy a színpadon kívül nehezen találja az ember a helyét, egy igazi színpadi ember, de azért próbálkozom ott is időt tölteni. De valamennyi exhibicionizmus meg kell ahhoz, hogy jól legyél ott, amikor a színpadon kell megőrülni. Ja, persze, hát most arra a fajta exhibicionizmusról beszélek, ami például olyan éles határt húz a művészek és a celebek között. Például hát ez ma teljesen egyértelmű, hogy... És téged nem akart soha berántani ez a celeb világ, mert de hogy egy karakter vagy, és viszél, és jól nézel ki, tehát biztos, hogy hívnak például, mit tudom én, zsűrizni, meg mindenhova hívnak, 10 éve folyam, mindenhova. Tehát nem tudsz olyat mondani, ahova nem hívnak. Tényleg nem tudsz olyat mondani. Csak én mindegyikre azt mondom, hogy nem. Jól tudsz nemet mondani? Nagyon jól. De ez mindig is így volt? Nem, vagy? Nagyon rosszul mondtam nemet. És hogy tanultál meg? Hát így, hogy amikor már tudod, hogy mit akarsz, akkor már tudsz nemet mondani. Amíg még olyan bizonytalan vagy, addig nehéz. Ettől függetlenül persze a színházas filmes szakmában azért nagyon nehéz, mert nem tudhatod, hogy milyen lesz. Tehát még akkor se, hogyha jó a rendező, jó, uh-huh. még akkor is tud az ember hibázni. Tehát ez nehezebb, de most az, hogy én menjek el egy sztárfőzőbe, vagy zsűrizni egy olyan típusú tehetségkutatóba, amit egyszerűen én nem nézek tévét, tehát én ezt az egészet nem értem, és nem bírom. És épp ezért azt gondolom, hogy én nem is vagyok ebbe kompatibilis. Paparazzik! Igen, ne izgulj! Jól nézel ki. Úgyis ilyen tök szmöty is az ablak, mert hogy valami fallá beálltam, és így ráfolytak, tudod, ezek az ilyen nektár, nem tudom, az folyamatosan, nem tudom, jön ránk a pollen. Na, szóval, hogy beszéljünk egy kicsit a családodról, mert ha már felhoztad őket, ott gyakorlatilag nekem az az érzésem, hogy abban a családban, ahonnan te jössz, ott nem nagyon lehetett volna más út, mint a művészet. Hát igen, ezt kimondhatjuk. Tehát, hogy mondjuk ezt ki. Hát vagy legalábbis valami ahhoz kapcsolódó, mint például anyám, ugye, aki irodalom tanár volt. Igen. És, igen. Ez egy most én ugyanabban a kategóriába teszem. Igen. És az igaz, hogy te kamaszkorodban a nagymamádnál éltél? Igen, én nagyon hamar elköltöztem otthonról, mert tűrhetetlen volt szerintem velem az együttérés a szüleimnek, és mindenki jobbnak látta ezt. Mesélj, miért kamaszoltál? Miket csináltál? Hát semmit, tök normális kamasz voltam, csak az a fajta normális kamaszlány, aki hirtelen falni kezdi az élet, a szabadságot és, uh-huh. És az életnek a tiltott gyümölcseit. Uh-huh. Gondolok itt bármire. Tehát az pasik, alkohol. Cigi, alkohol, férfiak és... Uh-huh. és kombó. Pont. Aha, értem. De és ez akkor... azért ijesztő egy szülőnek, gondolom. Hát ijesztő, amikor az embernek a kis cuki gyerekéből hirtelen kamasz lesz, az ijesztő. Igen, az valóban az. Én is már előre, most készülök. De neked fiad van. Hát igen, de azért az is lehet durva. Na, de szóval, hogy elköltöztél a nagymamádhoz, aki viszont ugye egy Kossuth-díjas, ilyen legendás előadó színésznő, és hogy ott milyen volt az életed? Nem volt az, hogy így megfordultak gyakorlatilag ilyen
színésznők, és ott ment ez a társasági élet, és körülötted ilyen nagyon erős nők rajzottak? Nagyon színésznő barátnői nem voltak, mert ő hamar ott hagyta, ő Erdélyben volt fiatalon színésznő, és aztán amikor átjöttek ugye a világháború, hát azért a nagyszüleink generációjának azért egy embertelen életszakasz jutott két világháborúval, és kommunizmussal, és ország határszétszakítása, tehát ez csoda, hogy ilyen embereknek tudtak maradni, és sőt, hogy meg, hogy milyen emberek lettek ennek hatására, tehát nagyon, nagyon erős és fantasztikus nő volt a nagyanyám, de ő egy ilyen önálló utat kezdett el, ugye ilyen előadó művész lett, és akkor olyan esteket csinált. Ezért inkább költők, író barátai és mindenféle nagyon okos, nagyon jó fej barátnői voltak, akik jártak föl, de azért ő egy magányos önmagával foglalkozó és a magányt szerető nő volt alapvetően, vagy lett az élete. Ja, most arra vagyok kíváncsi, hogy milyen női mintáid voltak neked. Ugye volt akkor ő nyilván édesanyád, hogy ki igen, az, akit hát magadban látsz leginkább? Hát ezt a nagy ilyen mixet látom magamban, de sok-sok rosszat is, vagy hát nem most nem rosszat, csak olyat is, amit nem szívesen akarnál megörökölni, azt is nyilván látom magam anyámból is, nagyanyámból is, és de sok olyat is, amit meg szerettem nagyon bennük. De abszolút egy ilyen mix vagyok szerintem a kettőből. Aha. De mi az, amit szerettél bennük, és örülsz, hogy benned is megvan? Hát például nagyanyámban ezt a nagyon kitartó, nagyon kemény, nagyon a munkára koncentráló, de viszont egy nagyon furcsán önző személyiség volt, anyám pedig egy hihetetlenül önzetlen, és igazából magát teljesen beáldozó, és én azt érzem, hogy hál' Istennek egyik se vagyok, hanem valahogy így középen, tehát hogy azért nem csak saját magam körül forog az életem, és ez jó érzés, eltölt el. Az, hogy te azért te egy ilyen klasszik jó csaj vagy. De mert hogyha a Péterfi Borik szóba kerül, lehet, persze, de nem érdemes. Tehát tudod, ízlése. Igen, tudom, de hogy amikor azt mondom Péterfi Bori, akkor ugye 10-ből 9 ismerősöm legalábbis nekem is biztos, hogy nem reprezentatív, azt mondja, az egy jó csaj. És most nem feltétlenül csak kívülről, mert úgy is azért, hanem hogy ez a, igen, szóval, hogy tartás, erő, nem tudom, kívül-belül rendben van, szóval ez rólad szerintem így nagyjából a, hát nem beszélve, hogy a rajongóid milyen istennőként tisztelnek és szeretnek, nagybetűs emmel a művésznőt, de hogy ez te érzed magad jó csajnak, vagy mióta érzed azt, hogy benned van egy ilyen nőerőmű, aki hatással van az emberekre, férfiakra és nőkre? Azért ezt alapvetően igazán azóta érzem, mióta a zenekar van, mert abban tudom igazán működtetni ezt. Tehát azért ez is különbség ilyen szempontból a színházhoz képest, hogy mivel én önmagam vagyok a színpadon, és én önmagam kommunikálok, nem egy szerepből kommunikálok a közönséggel, ezért olyan tudok lenni, amilyen én vagyok, és azt tudom átadni. Szóval, hogy amióta a zenekar van, azóta ezt a női erőt azóta tudod. Hát igen, mert ott konkrétan látod azt, hogy mit, tehát ott sokkal konkrétabban kapod vissza, és nagyon-nagyon sok embertől az, hogy neki ez mit jelent. Uh-huh. Tehát amikor elkezdődik ez, hogy ide van rá tetoválva az arcod, meg én azért kimegyek majd mindig koncert után, és abszolút közvetlen viszonyban vagyok az emberekkel, és hát olyan sztorik van, tényleg olyan. Tehát, hogy ilyen, tényleg én is néha teljesen megdöbbenek, hogy de most pont tegnap jutott eszembe például a terápia, mert pont egy interjút kellett írnom el, és abban volt kérdés a terápia című sorozat, ez az Orsolya, amit játszottam. És akkor eszembe jutott, hogy találkoztam egy nővel, és mondta, hogy mikor látta ezt a sorozatot, és amit abban játszottam, akkor döntött úgy, hogy nem vetette el a gyerekét. Úgyhogy azt ilyenek is vannak. Igen. De mondjuk ez hogy érint, amikor ilyen szintű hatást látsz, tapasztalsz mások életére? Tehát. Hát az Orsolyánál annyira nem veszem úgy nem magamra, hisz ugye az egy szerep. Ugyanakkor te formálod. De amikor az, hogy a zenék és a számok és a koncertenergia és meg egyáltalán én,
akkor azért az, hát az nyilván az egy, most nem fog szerénykedni, tehát egyrészt rohadt jó érzés, másfelől meg egy ilyen nagyon nagy erőt kell az ember ebből így felszívjon, hogy ezt neked tudatosítanod kell, hogy ez nagyon sok embernek fontos, és ezt jól kell csinálni. Tehát én ezért nem megyek föl soha a színpadra úgy, hogy majd valami lesz, hanem tehát én mindig, mint egy harcos, hogy ez az utolsó csata, és most kell a legjobbnak lenni, meg ki tudja, hogy holnap lesz. Tehát én tényleg az utolsó energiákat is beleadom mindenbe, de általában sajnos majdnem mindenbe az életbe, úgyhogy néha ezért rohadtul lehetok fáradni. Fárasztó lehet Péter Fiborinak lenni akkor így. De közben meg annyira sokat kap az ember vizet, tehát ezért kevésbé fárasztó ez, mint a színház. A színházban tényleg azért alapvetően az van, hogy csak frissel egy nyomot, és akkor jön a rendező, nem volt jó, ez nem volt jó, ennek tetszett, annak nem tetszett, jön a kritikus, lefikázza, és tényleg azt érzi, tehát sokszor érzi azt az ember, vagy hát látom, beszéljetek színészekkel, hogy néha az ember tudja elönti ennyien, hogy ez megéri ez. Ami nyilván zenélésben is van, mert itt meg a pici országban egy körbe-körbe megyünk, tudod, most azért már 10 évet lenyomtunk, és akkor ebben a város, ez a város, ez a város, ez a benzinkút, van, ahol már írhatnék ilyen benzinkút uti könyvet, mert pontosan tudom, hol ami, mit csinál. És az, hogy te ugye alapvetően pasikkal tolod ezt az egészet 10 éve, tehát hogy ahhoz azért azt gondolom, hogy azért kell craft. Hogy kell-e craft? Ez a kérdés. Vagy most már olyanok vagyunk, mint egy nagy család, sok hát tesó, vagy olyan, nem tudom. Mint egy furcsa beteg család, igen, nagyon furcsa. Hát igen, én 11, most épp kibővültünk 12, tehát én 12 fiúval megyek most már 10 éve mindenhova. Uh-huh. Mint frontnő. Igen, meg ugye otthon is fiúk. Nagyon, én ezt annyira megszoktam, hogy... Ez érdekesen formál, tehát ez azt jelenti, annyi férfival dolgozó, hogy neked kell lenni a legkeményebbnek, a legösszeszedettebbnek, a legfegyelmezettebbnek, és a primadonnáskodást, a hisztiket, meg a izéket pedig borzasztó jól ügyesen kezelve irányítani a férfiakat magad körül, tehát nincs mesed. Tehát mint egy ilyen, tudod, a marionett mábuk is. Fölül van Bori, aki így irányítja. Tehát egyszerűen példát kell mutatni, tehát nem lehet. Kell neki irányt adni. Nem lehet, nem szarozók. Bocsánat. De ők ezt jól veszik, nem? Tehát, hogy így, sőt, igénylik. Úgy tűnik, hogy jól, hogy nagyon jól működünk. Tehát tényleg van egy ilyen alapvetően feszültségmentes. Tehát amikor van feszkó, az kell, mert egyszerűen meg kell vívni, de csak kizárólag alapvetően művészi kérdéseket egyik szám, tehát ilyenek. És van olyan, hogy biztos van, hát nem lehet nem észrevenni, hogy amikor, ugye te nagyon, nagyon szexi vagy a színpadon, meg úgy, tehát hogy van úgy, hogy nőként érzed, hogy mondjuk nőként néznek most rád ebben a pillanatban? A zenekarban? Aha, zenekarban. Hát állandóan nőként néznek. Jó, de úgy, hogy első sorban. Nem tudom ezt szépen megkérdezni. Tehát amikor úgy érzed, hogy most egy ilyen szexuális tárgyként vagy ott az első én vonalban. Én most mondom, hogy én szeretek szexuális tárgy lenni, sőt, nagyon szeretek. Szerintem, jó, oké. Tehát, nincs ezzel baj, hogy szeretsz, de ne értsd félre, csak hogy milyen érzés, meg hogy ez, tehát hogy van-e ilyen, hát akkor ez van persze. Persze, hát ezt egyfolytában csináljuk. Most alapvetően egy turnébuszban még 10 év után is igazából általában a témák, a szex, akkor filmek, számítógépes játékok a fiúknak egymás között, és a zene. Meg a szex. Meg a szex. Tehát, hogy... és hát általában ennyire kicsi helyen szoktunk öltözni, mint amekkora ez az autód, és sőt... Ja, akkor csak nem van még, amit nem láttam. Várakozunk is ilyen kicsi helyeken együtt, tehát De a színház is azért egy társulatba élni, igen, az is ilyen. Is tehát szerintem a színészeknek nincs ilyen, tehát én egyáltalán nincs se szégyenérzetet se, vagy én mindig meglepődök, hogyha például azt látom, hogy egy színésznő szégyelős, vagy így az öltöző. Tehát én ezt annyira megszoktam a krétakörrel is, hogy... Hát a testeddel játszol. Persze, tehát hogy én nekem... Testeddel is nem játszol. Nem probléma. Ha már mondod a számítógépes játékokat, ezt akartam még megkérdezni, hogy látom, hogy van ez a Bori X nevű igen, applikáció, ez tök menő. Hát igen, egy appon keresztül mutatjátok be az új albumnak a számait. Igen, jól mondom. Mi vagyunk az első zenekar, aki ilyet csinál tehát Magyarországon. Ez a, ugye a Big Fish-et csináltátok, igen. És hogy
Hát ez azért, hát ez a kult státusz felé egy újabb lépcsőpori, nem? Hát remélem. Egy appon. Remélem, úgy most nagyon már van, aki nem tudom, száz, nem tudom hány ezer pontot csinált, küldözgetik lelkesen az emberek a pontszámaikat. Hát egy szám jött még ki, tehát egy pálya van, de most már készül a következő, szerintem az valamikor júniusban kijön, és akkor így ugye 10 évesek vagyunk, és akkor november régebbileg az a terv, hogy kijön mind a 10 szám, és akkor novemberben pedig a lemez. És akkor mindegyik, folyamatosan ott, mindegyik ezen az appon fog először kijönni? Igen, a Stark Attila, aki mindig is a grafikusunkat, egy zseniális tehetségű grafikus fiú, tényleg fantasztikus, és már az első lemeznél is, tehát az ő nagyon szeretem az ő világát, és ő rajzolja ezeket a pályákat. Nagyon jó. Nagyon. És te játszol vele? Nagyon jó. Én nem vagyok annyira egy számítógépes játékra. De ezt akartam kérdezni, hogy neked ez mennyire része az életednek, mondjuk nekem ez egész őrületes nagy... Egyáltalán nem. Engem ez egyáltalán nem kapott el, tehát én erre nekem azt érzem, hogy erre nincs időm, vagy nem tudom, vagy sajnálom rá az időt, vagy te valami, nekem ez, engem ez nem kapott el, de a fiúk a zenekarban az fantasztikus, azok nyomják. Meg mondjuk a fiad, aki egy Z-generációs, igazi digitális benszülött. De hál' Istennek kezded el, hogy ő leteszi magától, tehát, mert ugye hallom szülőktől, hogy az van, hogy milyen borzalom, meg ilyen tiltóristákat kell. És lerakja. Tök jó. Most még, hát ezt nem várjuk ki a végét. Jó, hát 6 évesen igen, de hát nem, hát lehet, hogy ugye ez az a generáció, ami már úgy szület, teljes mértékben digitálisan szocializálódik. Hát fantasztikus egyébként, tényleg ezt láttunk. Mindjárt odaérünk, még annyit meg akartam tőled kérdezni, hogy azt szintén nem lehetne észrevenni, hogy azért te úgy ott vagy a közéletben, tehát hogy nem, van véleményed és nem félsz használni, nagyon egyszerűen fogalmazva. Tehát, hogy nem az a fajta színész, vagy előadó vagy, aki azt mondja, hogy maradjon az énekesnő a mikrofon mögött, és énekelje a dalokat. Ez semmiképp nem vagyok, de azért egy kicsit ilyen vagyok, tehát, hogy azért nyilván nagyon sok minden ilyen politikai esemény van, ahol meg olyan színezetű dolog, ahova szeretnék, hogy ad magad, és azért ilyesmi, ez nem szoktam, de most ez a fajta civil, nagyon kreatív és hát egészen felszabadító hangulatú tüntetés hullám, ugye, ami volt az utóbbi időben, hát azt nagyon élveztem, és amikor tudtam, akkor mentem. Igen, tehát, ott lehetett is látni fotókat. Abszolút, tehát magánemberként ezt abszolút azt gondolom, hogy azt csinálok, amit akarok. És nincs nem tudom, zenekaron belül, vagy bárhol máshol ilyen feszkó abból, hogy van, aki azt mondja, hogy figyelj, inkább mi a frontasszony sem menjen sehova, mert hogy majd megosztjuk a közönségünket. Nincs, amit, tehát nem, az nem az igazság, hogy ezen, tehát hogy most már olyan szinten vannak itt a dolgok, hogy akkor osszuk meg. Tehát, hogy aki úgy gondolja, hogy ezért nem, akkor azt köszönjük szépen. Tehát itt már nincs, azt gondolom, hogy itt már olyan szinten billentek ki, vagy borultak ki a bilik, meg a teltbe a pohár, meg nem tudom, miket lehet erre még mondani, hogy itt már nem. Ez már itt nem kérdés, tehát nem. Azt el lehet elülni, hogy hova mész? A pedikűr is. Ó, hát már akkor pedikűr. Ez nagyon fontos nevű, és hát hülye vagy, jó idő van. Rockstaroknak kell a manikűr, pedikűr. Na, akkor itt megkeresjük a... Amikor pedig körösödet, és elköszönünk. Hát akkor jó koncertezés, nagyon szépen köszönöm, Bori. És akkor gyere koncertre, most már csak képek alapján meg... ítélkezni. Nem ítélkeztem, csak a benyomásaimat mondtam el neked. Jó. Jól van, köszönöm szépen. Szia! Szia! Magyarul kezdjük? Igen. Ajaj. Ez nagy kihívás. Szeptember végén Pécsre visszamegyek a következő rövidebb intenzív magyar nyelvű tanfolyamon részt venni, mert október elején a következő magyar nyelvű vizsgám lesz. Ez jó kifejezés. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, akkor csatlakozol a vmn.hu YouTube csatornájához,